Áldás, békesség, dicsértesség minden kedves nézőnek, Bákonyi Lajosné vagyok, Pergelőna. Nagyon sok szeretettel meghívom Önöket szeptember 14-én a Csillaghegyen, a Közösségi Házban, Mátyás Király úti kultúrházban a kiállításra, szakrális képek kiállítására, melyek az én műveim lesznek. És köszönöm szépen ezt a nagy lehetőséget mindenkinek, és megmondom őszintén, hogy nagyon meghatott ez a kifejezés, hogy az én képeimet így ezzel a csodálatos kifejezéssel hozták a közönség elő, szakrális képek, ugyanis nem tudtam megfogalmazni én magam, és senki, hogy ennek milyen vonalat adjunk a képeimnek, és ez a szó, hogy szent, isteni, felülő való, amely jelképez az egész életemnek a célját, hogy az egész életem, amióta megismertem Jézus Krisztust személyes megváltomnak, ő megkeresett a nagy mélységben, új szívet adott, azóta ez az élet célom, hogy az emberek megismerjék rajtam keresztül őt, aki szent, felülő való és isteni. Ezért születtek meg a képeim is, hogy Jézus Krisztussal találkozzanak azok, akik látják a képeket. Minden egyes képemet a bibliai rész olvasása közben, vagy utána imádságra készítettem el. A legutolsó festményem Bocsáss meg, Uram, Péter a kakassal című kép, amelyre már régóta vágytam, hogy ezt elkészíthessem. Péter, aki úgy gondolta, hogy sokkal külön bármelyik tanítványnál, ő a mesternek megmondta, hogy nem esetik meg veled, hogy téged keresztre feszítsenek, téged megostorozzanak, megköbdössenek, bármi történik, bárki elárulhat téged, de én nem. És Jézus azt mondta, Péter, ezen az éjszakán háromszor szólal meg a kakas, és te megtagadsz engem. És ezen a festményemen, amely a legkedvesebb képemé lett, ezt a rémületet, amely Péter szívéből kifakad, ezt ábrázoltam a kakas megszólalása utáni részt, amely döbbenet és könyörgés, hogy bocsáss meg, Uram. És Péter sírva jött ki a főpap házától, amikor Jézus szemébe benézett. És köszönöm szépen mindenkinek, aki eljön erre a kiállításra, és részt vesz, és megtekinti az én képeimet. Mióta tetszik festeni? 1998 óta Belegfürdőn éltem a családommal, van egy fiam. Ő szakács lett, most a baptista teológiára jelentkezett misszionárius lelkésznek. Nem az én erőszakoskodásomra, teljes szívével önként jött az Úr dolgára, és ott Belegfürdőn egy festőnő, Bodizsár Erzsébet hirdetését láttam, és hát nagyon vártam én már ifjúságom óta ilyen alkotásokra, és akkor kaptam az alkalmon. Elhívtam őt, és egymással szembe álltunk. Hát elég érdekes volt, mert ugye én tolószékbe, kezemet alig emelve, egy festőt ugye állva szokták elképzelni, ecsettel minden, és ez a Bódizsázsi Erzsébet szépen mellém ült, egy asztallap, és kezdjed el, Ritus. És a remegő kézzel, ahogy alig bírtam megfogni a ceruzát, nagy türelemmel és nagyon határozottan lépésről lépésre beszélt arról, hogy mit hova. Aztán nagyon vágytam arra, hogy embert ábrázoljak, mert a legcsodálatosabb ez a világon a teremtménye Istennek az ember.
és hát Erzsi szerette volna, azt mondta, hogy Jézus, ez a véletben van. És akkor kihívta volna rám a rádiót, a televíziót, hát én meg nagyon megijedtem, és mondtam, hogy én nem szeretném ezt még, és egy kicsit még folyt a tanítgatása, és akkor eljöttünk Berekfürdőről Budapestre, és itt egyedül próbálgattam, ami a szívemben volt, és elkezdtem az ember formálgatását, aztán utána néztem könyvekbe, és hát amit tudok most abból a könyvek tanulmányozásából néztem ki. Úgyhogy most itt hát nagyon lerobbantam fizikálisan, és egyre kevesebb az erőm a képek alkotásához, de nagyon szívesen csinálok most is festményeket. És a legnagyobb örömöm az, hogyha valaki ezen keresztül Isten felé fordul, és ő benne is megjelenik a felülről való a szent, és az isteni lélek megjelenik egy emberben, nekem a legnagyobb boldogságom.